Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a nézőket. A mai adásunkban Grimm egyik legismertebb meséjéről, a brémai muzsikusokról is szó lesz, hiszen ezt a mesét állítja színpadra a Csiki Gergely Színház. A tanulságos történet rendezőivel és a főszereplőivel is beszélgetünk. Ezen kívül kiderül, milyen programokkal várja a feltöltődni vágyókat a kaposvári fürdő. De hogy mennyi mindennel készültünk még a következő egy órában, mindjárt kiderül, korzózzanak velem. Aktuális témák, érdekességek, hasznos információk. Minden héten könnyű kérdések és értékes nyeremények várják Önöket Korzó magazinunkban. Péntekenként élő műsorra jelentkezik Stanics Adrián. Több mint 100 alkotó még egyszer ennyi munkáját állították ki az idei Groteszk Triennálén. A Kapos Árt által meghirdetett pályázatra nem csak hazánkból, hanem a határon túlról is neveztek. A műcsarnok után egy kibővített tárlattal mutatkoznak be Kaposváron. Részletek a Korzóban. 21. alkalommal rendezte meg pályaválasztási kiállítását a Somogy megyei kormányhivatal. Az arénában a megye képzési kínálata vonult fel, hogy segítse a 13-14 éves korosztályt. Hogy milyen szakmák közül is válogathattak a fiatalok, kiderül adásunkból. Sikeresen zárult a 21. alkalommal megrendezett pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató. A programon Somogy Oktatási Intézménye és a duális képzésben résztvevő partnerek is ott voltak. A részletekről és a gazdag szakma kínálatról is kérdezem a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatóját, Weimann Gábornét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én is! Azt hiszem, hogy tényleg nagyon szép helyszínen rengeteg kiállító, rengeteg gyermek, család, szülő vett részt ezen. Mennyire fontosak a hasonló események? Muszáj felkészíteni a gyerekeket a továbbtanulásra? Természetesen, szerintem ez egy indokolatlan kérdés volt. Én úgy gondolom, hogy évről évre nagyon fontos, hogy tájékoztassuk azokat, akik éppen elérnek abba az életszakaszba, hogy szükségük van ezekre az információkra. Egyrészt nagyon sok minden változik folyamatosan a bennünket körülvevő világban. Ehhez folyamatosan alkalmazkodnak az iskolák és a nem csak a szakmai, hanem egyéb más képzések is, hozzá kapcsolódva akár a duális képzőpartnerek is folyamatosan széles körben elérhetőek, és ők is változnak. És ráadásul mindig mások azok, akik akár szülőként, akár osztályfőnökként oda kerülnek ehhez a feladathoz, tehát az ő részükre is nagyon fontos a tájékoztatás. Itt a szakképzési centrum nagyon gazdag a kínálata, tényleg mennyi minden, vannak-e új szakok, indulnak-e, van-e valami változás most? Olyan nagy változásokról most nem tudok beszámolni, hiszen 2 éve indult el ez az új rendszer, ami most már, hogy úgy mondjam, megszokottá válik. Igazándiból most már csak az a feladatunk, hogy az eddig jól kialakított rendszert magabiztosan, fenntarthatóan vigyük tovább. Most már kiderült, hogy melyik iskolában melyik képzés az, ami jól meg tud honosodni, jól el tud indulni, jól tud alkalmazkodni az új változata a képzésnek a régihez, és tudja ezt az iskola remekül folytatni. Most igazándiból minimális változásokról beszélhetünk. Az egyik ilyen, amit szeretnék elmondani, az a NOSZTOPI-hoz, a közgázhoz kapcsolódik, ahol a tavalyi évben kiderült, hogy az idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus esetében nem elegendő a német nyelvi előkészítő évfolyamot felkínálni, és a 2 tannyelvű képzés német nyelven csinálni, mert egyre kevesebb gyermek tanul németül, és nagyon nagy igény lenne az angolra, úgyhogy az idén egy picit ezen csavartunk, és most úgy kínáljuk föl ezt az osztályt, hogy a felét német, a másik felét pedig angol nyelvű előkészítővel szeretnénk indítani, és aztán a 2 tannyelvű képzést folytatni. De ami még újszerű, és az elmúlt 2 évben került a palettánkra, azok közül akkor szeretném kiemelni a vízügyi technikust, ami ugye tavaly már átkerült Barcsról a Lampingba, Kaposvárra, és nagyon szépen haladnak előre azok a gyerekek, akik ide kerültek be, és nagyon nagy igény van a vízügyi szakemberekre, úgyhogy biztatok mindenkit, aki egy kicsit is ilyen műszaki irányú érdeklődést mutat, illetve a természetet is szereti, hiszen ez egy nagyon sokrétű feladatellátással járó szakma. Vagy amit még szintén szeretnék kiemelni, hogy idén először indul Nagyatádon az Adiban az oktatási szakasszisztens, amit újra szeretnénk hirdetni, szép érdeklődés volt, és azt gondolom, hogy egy nagyon hasznos szakma lesz, hiszen nagyon jól látjuk, hogy az oktatói, a pedagógus társadalom mellett szükség van azokra a segítő szakemberekre, akik a köznevelési, vagy akár középfokú oktatási intézményekben is segítik a tanárok munkáját.
ugye nagyon sok kaposvári cégnek szüksége lenne jó szakemberekre, és hát újabbak is települnek, itt tényleg óriási lesz a munkaerőigény is. Erre mennyire tudnak felkészülni a képzőiskolák? Esetleg vannak-e, indulnak-e olyan szakok, amelyek ezeket megtámogatják a diákok részéről, mennyire van erre kereslet? Folyamatosak az egyeztetések az újonnan ide települő cégekkel kapcsolatban is, és egyrészt rövid távú felnőttképzésekkel próbálunk alkalmazkodni az ő igényeikhez, másrészt pedig igyekszünk minél inkább középpontba helyezni azokat a műszaki képzéseket itt Kaposváron, amelyekre számítanak ezek a cégek. Most már 2 éve beszélünk arról, hogy Kaposvár újra iparosítása tényleg fellendült, igen, és elindult ez az ide település. Ez a tavalyi évben nagyon szépen meg is mutatkozott, egyre többen jelentkeznek ezekre a műszaki képzésekre. Továbbra is biztatok mindenkit, hogy aki a gépészet, az elektronika, a gépjármű mechatronika, vagy akár az épületgépészet, vagy az építőipar területén szeretne valamit tanulni, az bármit választ, nem fog mellé nyúlni, én azt gondolom, ezen a területen. Hát azt hiszem, ez így van. A hiány szakmák is népszerűek, tehát szívesen választják ezt is a diákok, ugye emellé még elég jelentős plusz jövedelmet is kaphatnak. Én azt gondolom, hogy most már minden szakma hiány szakma. És most már a plusz jövedelmet sem ebből az irányból kell megközelíteni, hanem abból, hogy aki a szakképzésbe belép, az mindenki ösztöndíjat kap. A 3 éves szakképzőiskolai képzések esetén körülbelül havi 16 ezer forinttal kezdenek a tanulók, a technikumi képzések esetén pedig havi 8 ezer forintot kapnak a gyerekek, addig, amíg az ágazati alapozó képzésük tart. Amint leteszik az ágazati alapvizsgájukat, szakképzőiskolában gyakorlatilag 100%-ban duális képzőhelyhez kerülnek a gyerekek, ami viszont azt jelenti, hogy szakképzési munkaszerződést kötnek velük, ami havi 100 ezer forintos jövedelmet biztosít nekik már az első pillanattól kezdve. Technikumban nyilván ez kisebb arányban fog megvalósulni, hiszen nincsen annyi cég, ami ennyi gyereket felszippantana, de ott is igen erős arányban kerülnek majd cégekhez a gyerekek, elsősorban tömbösített gyakorlatok formájában, ahol szintén játszani fog ez a szakképzési munkaszerződés, de amíg az iskolában vannak, addig viszont tanulmányi eredménytől függően szintén ösztöndíjban részesülnek. Tehát itt mindenki pénzt kap, és minden hiány szakmának minősül, hiszen akárhol körülnézünk a munkaerőpiacon, olyan hirdetéseket látunk, és olyan fizetésekért keresik a jól képzett szakembereket, hogy mindenképpen megéri ezeket a szakmákat választani. Tehát biztosan el lehet helyezkedni, biztosan. Egy biztos megérhetést is jelent. Nagyon népszerűek, talán egyre népszerűbbek a felnőtteknek szóló képzések, oktatási paletta. Egy kicsit erről is mesélj. Tulajdonképpen még aktuális, hiszen most szeptembertől indultak ugye az új képzéseink az iskoláinkban, és azért felnőttek esetében lényegesen rugalmasabban kezelünk mindent, mint az újonnan iskolába kerülő gyermekek esetében. Itt még akár most is be lehet csatlakozni képzésekbe, hiszen könnyedén pótolható néhány hét lemaradás, főleg annak tükrében, hogy nagyon sok online oktatás van, nem kell mindig bemenni az iskolába az elméleti tantárgyak megtanulásához, azon kívül önálló tananyag feldolgozásra is lehetőség van, amikor csak beszámolni kell bemenni az iskolába, és természetesen arra is nagyon jó lehetőségek vannak, hogyha valakinek bármilyen fajta előképzettsége van, vagy valami olyasmit már tanult, ami az adott szakmába vágó és elismerhető, akkor azt be is számítjuk neki. Rövidített képzéseket indítottunk, most az eddig megszokott 2 éves képzés helyett számtalan képzésünk 1 év alatt elvégezhető a felnőttek számára. Azt hiszem, hogy ez is nagyon vonzó. Egyébként mi a legkeresettebb most? Mi az, ami a favorit? Vannak felnőttek ilyenek körében? Most akár, igen. A vendéglátás mindig nagyon favorit jellegű, de az építőipari, az épületgépészeti képzések szintén nagyon keresettek. A villanyszerelő, az egy nagyon kiemelt, minden évben nagyon keresik. Erdész szakmát minden évben indítjuk rövidített képzésbe. Most a sportedzőt elindítottuk az ötvösben, és nagyon szép számmal, nagyon nagy létszámmal indult ez a csoport is, úgyhogy úgy gondolom, hogy majdnem mindegyik. Inkább itt már azzal a problémával állunk szemben, hogy a nagyszámú jelentkezés miatt tulajdonképpen várólista van, hogy a következő képzésre valaki bekerülhessen, mert egyszerűen nem tudunk annyi oktatót biztosítani, aki látná ezeket. Igen, azt hiszem ez egy nagyon jó hír. Minden részletet megtalálnak az iskola honlapján? Lehet tájékozódni? Igen, azt gondolom, hogy a Kaposvári Szakképzési Centrum honlapja nagyon jól használható ebből a szempontból. Minden szakmáról a leírások is ott vannak, részletes ismertetés, online jelentkezési felületet is találnak ott a felnőttek is, illetve van olyan csetablakunk, ahol lehet
lehet kérdéseket is feltenni, hogyha valaki valamiben bizonytalan, de természetesen, akik hozzánk bármilyen formában fordulnak, azokat irányítjuk ahhoz az iskolához, ahol konkrétan az adott képzés az ő lakhelyéhez megfelelően elindul, és akkor ott részletesebb tájékoztatásban is részesülhet. Na hát reméljük, hogy nagyon sokan élnek még ezekkel a lehetőségekkel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Egy magyarországi ősbemutatóra készül a Csiki Gergely Színház. A Riviera vadorzóit a neves Broadway előadás alapján Mészáros Tibor rendezi. Az élő zenekarral játszott darabban sok fiatal tehetség is bemutatkozik. Úgy tűnik, hogy valaki alkoholt tett a pesgőbe. Sem megerősíteni, sem megszáfolni nem tudom. Elnézést, nem beszélek franciául. Igen? Hát akkor azt hiszem, hogy... Én? Akkor? Akkor én is. Ez valóban pompás hely. Már a színpadon próbálják a Csiki Gergely Színházban a Riviera vadorzóit. Az izgalmas, fordulatokban gazdag és rendkívül humoros történet kiváló zenével fűszerezve robbant be a Broadway-re 2005-ben. A nagy sikernek most a kaposvári közönség is a részese lehet, hiszen először az országban itt játsszák a musical vígjátékot. A női főszerepet kettős szereposztásban láthatja a közönség. Erdélyi Tíme a nagy várakozással jött Kaposvárra, a legendás elődök miatt is. Függetlenül attól, hogy változnak az idők, és változnak az igazgatók, és változik az állandó vezetés, meg a társulat összetétele, és azért ez mindig egy ilyen nagyon speciális hely marad. És mindenki, aki idejön, egy picit úgy érzi ennek a milliójét, ennek a hatását, és én ugyanúgy éreztem ezt. Ez egy nagyon egyedi társulat, nagyon-nagyon nagy önbecsüléssel maguk felé, amit tesznek teljes joggal, mert elképesztően tehetségesek, és így nagyon sajátos dinamikával dolgoznak, úgyhogy amikor közük be kell állni, vagy hozzájuk fel kell sórakozni, akkor az embernek fel kell kötni a gatyáját, mert vagy az van, hogy tartod a tempót, vagy lemaradsz, és nagyon sokat tanulok tőlük magamról, még mindig azért úgy, hogy ezért már jó pár éve a pályán vagyok, és nem egy zenés darabot csináltam már. Összetett szerepet nagyon egyszerűen kell egyébként játszani technikailag, tehát azt mondja, hogy egyszerre nem lehet két vagy három dolgot játszani, egyszerűen csak ide hátra tenni a kisagyba, hogy mi az eredeti szándék, és vinni egy másodlagos szándékot a színpadon, vagy pont fordítva. De ez ugye nyilván már egy ilyen technikai kérdés, amiből nem ért mindenki sok mindent, és ez nem is baj, mert ez ugye egy a mi titkunk, hogy ezt mi hogy csináljuk. De jó, jó, jó feladat nagyon, mert tényleg kétfélét kell vinni. Látszólag egy nagyon egyszerű, kellemes, vidám, naív, a világra nyitott és elfogadó nőt, akiben aztán azért vannak olyan csavarok és fordulatok, amelyek meglepetést fognak tudni okozni az előadás bizonyos pontjain. Tudom, hogy valószínűleg nem jó döntés, csak... Nem tudtam elmenni anélkül, hogy kinek derítsem, hogy nem azt érzed, amit én. Farkas Laura még csak színművész hallgató, de már a női főszerepre készül. Tényleg nagyon nagy kihívás. Rögtön elkezdtem a dalokat hallgatni, belenéztem a Broadway felvételbe, szóval rögtön már elkezdett járni az agyam, szóval nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy ezt hogy tudom majd teljesíteni. Ez az első nagy szerepem itt, igen. Nagyon-nagyon jó hangulatúak a próbák, nagyon jó, hogy Tibi már tudja, hogy mit szeretne látni, nagyon támogatóak a kollégák, nagyon jókat szoktunk nevetni is együtt, meg nagyon jól halad a munka, én szerintem. Szóval nagyon jók. Hüse Csaba azt mondja, imádja, hogy élő zenekar játszik az előadásban. Van egy 19 tagú, ha jól tudom, zenekarunk, ami csodálatosan szól. Tegnap előtt volt már velük próbánk, zenekari zicspróbánk, ami nagyon nagy élmény volt. Úgyhogy ez mindig élő zenekaron mindig nagyon jó játszani, és fantasztikusok a zenék, tényleg nagyon jó zenék. Úgyhogy nagyon-nagyon jó vele dolgozni. Vannak ugye új kollégáink, és ebben a produkcióban két új kollégám van most benne. És nagyon-nagyon-nagyon biztatók, nagyon kedvesek, nagyon kedves személyiségek. Nagyon bízom benne, hogy majd ez majd továbbiakban is így marad. És jól érzik ők is magukat, úgy tűnik, szerintem elég hamar befogadtuk mi is őket. Kisari Zalánt már több szerepben láthatta a közönség Kaposváron, most Freddy Benzont alakítja.
Én nyáron forgattam, és aztán nem volt olyan sok nyári szünetem, de mégis vártam, mert ez a nagy zenés bemutatója az évadnak, ami egy élő zenekaros előadás lesz. Rivéra vadorzói. Az eredeti sztori egyébként egy 64-es film, az még Marlon Brando játssza a Freddy Benzont, akit én fogok itt a Csiki Gergely Színházban, David Nivennel karöltve, és ebből csináltak egy 88-as remake filmet, amire ez inkább hajaz, főleg a befejezést illetően. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz, a színpadon fog elhelyezkedni a zenekar, nem pedig a zenekari árokban, ahol a helyük szokott lenni. Szerintem nagyon jó a szereposztás is, nagyon jó hangulatba telnek a próbák, úgyhogy reméljük, hogy ez majd a végeredményen is meglátszik. Ez a zenei anyag is elég nehéz, megkíván egy elég technikás és egy elég komoly jelenlétet kíván meg mindenkitől, úgyhogy nagyon sok melónk van és még lesz is vele, de hát hála Istennek, ha nagyon könnyű lenne, akkor azért akkor bárki meg tudná csinálni, nem lenne benne egy izgalom kihívás, úgyhogy ezeknek mind bátran néztünk elébe. A magyarországi ősbemutató egy igazi kihívás a rendező számára. A magyarországi ősbemutató lévén a szöveget is mi fordítottuk Váradi Szabolccsal. Ez mindig izgalmas, az ember kicsit azt érzi, hogy azért valamelyest egy darab formálódik a keze alatt. A cél az volt, hogy legyen egy olyan zenés előadás, induljon úgy az évad, hogy a nézők is feltöltődhessenek vele, és ehhez méltóan zenés, táncos, élő zenekaros nagy produkció, a Broadway-en futott, ez 2005-ben bemutatott Broadway előadás nagy sikerrel. Nagyon izgatottak vagyunk, nagyon várjuk, hogy egyrészt megfeleljünk ennek a kihívásnak, másrészt én tudom, hogy meg fogunk felelni, hiszen nagyon jó a szereposztás, nagyon jól passzolnak ezek a figurák a színészekhez, nagyon jó lehetőség arra, hogy megmutassák az érzékeny, de a komikus vénájukat is, a hangi adottságukat, a mozgásukat, szóval azt hiszem, hogy majdnem mi vagyunk egy totális színháznak, és az, hogy élőzenével tudjuk prezentálni, az nagyon sokat ebben az előadás színvonalán, mind látványban, hiszen azt elárulhatom kis kulisszatitokként, hogy a zenekar is fönt lesz a színpadon, tehát nem lesznek eldugva a zenekari árokban, úgyhogy abszolút egy nagyszabású produkcióra készülünk. Ugye ez a Broadway musicalek sajátja, ez egy brand, ennek az előadásnak van egy saját világa, amit bizonyos dolgokhoz ragaszkodni is kell. A kihívás az, hogy tudjuk ezt mégis személyesíteni, a mi színészeinkre szabni, a mi színészeink szájíze szerint és a mi közönségünk szájíze szerint. Azért mégiscsak egy angol száz humor ez a darabot alapvetően jellemzi. Ezt próbáljuk saját világunkra megteremteni, de nagyon sok kötöttség van benne. Ezt lehetne valóban kötöttségnek megélni, de én ezt kihívásnak élem meg, hogy tudjuk mégis a saját kis gondolatainkat belecsempészni ebbe az előadásba. A Riviera vadorzóit szeptember 30-ától láthatják a Csiki Gergely Színház színpadán. Csaba! Igen? No, tessék kimenni! Tessék kimenni! Maga egy medence betyá! Tessék elmenni! Ez fogtelen! Mit tedd itt képzelni? Ez egy perna, hajde! Ezekben a szomorkás őszi napokban is számos feltöltődő programmal várja a vendégeit a Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő, hogy miért is érdemes ellátogatni, elárulja a fürdő ügyvezetője, Löffler Zita. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, köszöntöm a vendégeket! Igen, azt hiszem, hogy nagyon visszavágynánk a virágfürdőbe, a jó meleg strand szezonra. Azt hiszem, hogy elég jó szezont sikerült zárni a fürdőnek. Igen, menjünk vissza, igen, időben. Igen, ezt én is meg tudom erősíteni. Az elmúlt 10 évnek a legerősebb nyarán vagyunk túl. Ez azt jelenti, hogy június-júliusban 14 ezer fővel többen érkeztek hozzánk, mint az ugyan ezen időszaknak a megelőző évi adatai szerint látható. Tehát folyamatosan egy kiegyenlített, nagyon meleg nyár volt. Elértünk az őszhöz. Sajnos, igen, mi is visszavágynánk, hogy legalább egy pár órára legyen az a meleg, mint ami ott június-júliusban ránk köszöntött, de be tudtunk természetesen húzódni a belső terekbe, és ott is várjuk a vendégeket különböző programokkal. Továbbra is szeretnénk az egészséget és a kikapcsolódást a középpontba helyezni. Erre mindjárt a legjobb alkalom a wellness részlegünk, és itt szándékosan mondom a wellness részleget, és nem azt, hogy szauna világ,
Természetesen a szauna, mint központi elemköré épül fel a wellness világunk, de számos olyan egyéb kikapcsolódást és egészségmegőrző szolgáltatásunk van ott, ami nem a szauna. Ilyen például a Kneipp taposók, amiből van száraz és nedves is. Ugye ez nagyon fontos, hogy nem csak sima felületen járunk, hanem ezek úgy természetes felületként vannak kialakítva, ami nagyon jó az egészségre. Illetve vannak gőzkabinunk, ami egy szép nagy terápiás gőzkabin, tehát nagyon sokan elférnek ott, tágasan tudnak beszélgetni, együtt lenni, akár baráti társaságok is. Illetve van sószobánk, aminél egy kis kuriózumot szeretnék megemlíteni, hogy nagyon sokan, akik bemennek, ugye ez az allergia és különböző ilyen autoimmun betegségekre is megfelelő a sóterápia. Nem csak a falak vannak sóból, hanem van egy úgynevezett sóinhalátorunk ebbe a sószobába, ami egy speciális fenyőforgácsra felitatott sóból párologtatja a sót a légtérbe. Így sokkal intenzívebben lehet ezt belélegezni. És a legfontosabb, hogy a szaunázás mellett a masszázs szolgáltatások is hozzájárulnak ehhez a wellness élményhez. Itt nem gyógyászati masszázsról beszélünk, hanem egy ellazító, stresszoldó, közérzet javító szolgáltatásról, amit együtt a szaunázással még jobban ki lehet használni. Ugye mindig beszélünk a szaunázás jótékony hatásairól, azt hiszem nagyon fontos megemlítenünk tényleg, hogy talán legfontosabb az immunrendszer erősítés, de szinte mindenre jótékony hatással van. Így van, tehát eltérő céllal jönnek a vendégek, én azt látom, valaki azért jön, hogy sokkal szebb legyen a bőre, feszesebb legyen, valaki azért, hogy az ereit tornáztassa, ugye a hideg, meleg van, merülő medencénk, ott hirtelen azért le lehet ülni, illetve a dézsazuhanyokkal is erre van lehetőség. Valaki azért jön, hogy méregtelenítsen, van, aki azért, hogy az immunrendszerét felkészítse a térre, hiszen nagyon sokan hajlamosak vagyunk, én is sajnos, hogy gyorsan intézzük el az egészségünkre fordított időt, és megnyugszik a lelkünk, bekapunk egy-két vitamin tablettát, és azt hiszük, hogy már meg is tettük, amit kell. Ez a szaunázás, ez tényleg az egy aktívabb formája annak, hogy felkészüljünk rá. Nagyon sok színes programmal próbálunk majd az ősszel felkészíteni a vendégeket arra, hogy a télbe kevesebb betegséget kapjanak el. Ilyen lesz például az, hogy gyógynövények köré fogjuk fel sorakoztatni a szauna programjainkat, és mindjárt az első ilyen gyógynövényünk lesz, amit már régen elfeledtek, ez a zsája. Ilyenkor akár a teája, akár a hatásai, akár a programba való beillesztésével lehet majd találkozni. Hát azt hiszem, ez nagyon jó ötlet, és ugye lassan elindulnak, vagy már talán el is indultak a szauna szeánszok, amik nagyon sokak kedvence, és itt az előbb említetted a bőr szépségét, hát ott a szaunamesterek mindig gondoskodnak arról, hogy tényleg még valami kis finomsággal bekenjük a bőrünket, akár mézzel, vagy olívaolajjal, úgyhogy tényleg azt hiszem, hogy minden adott a jó hangulathoz. Igen, igen, nagyon-nagyon elhivatottak a szaunamestereink. Próbáljuk is majd közelebb vinni őket a köztudathoz. Készülünk azzal, hogy mindegyik őket bemutatjuk majd egy kicsi rövid filmbe, mondjuk a Facebook oldalunkon, és egy pár perces bemutató filmet látunk majd abból, hogy hogyan készülnek például a felöntésekre, mit csinálnak a háttérben, és egy ilyen kis szauna kulisszatitkokba próbálunk majd betekintést adni. Hát, ha ezzel is több embernek meghozzuk a kedvet ahhoz, hogy hozzánk ellátogasson. És igen, most már közeledünk nagyon ahhoz, hogy a szaunának az igazi szezonja, bár lehet egész évben, tehát nincsenek nyáron sem ellenjavallata használni, de október 1-e lesz az a hétvége, amikor egy országos programhoz kapcsolódva, a szaunázók hétvégéjéhez kapcsolódva mi is megnyitjuk az idei szezont, és várjuk a vendégeket a programjainkon. És ugye nagyon fontos emellett a gyógyászati részleg is, hiszen valamennyire össze is kapcsolható az egész fürdő szolgáltatásai azzal, hogy egy kicsit feltöltődni, gyógyulni is vágynak az emberek. Igen, mind a kettő az egészség megőrzésére és a betegségek megelőzésére is szolgál. Úgy említeném, hogy igazából a wellness részlegünk az a megelőzés
a döntő hangsúly. A gyógyászati részlegünkön ott már a gyógyítás, illetve koncentráltabban, aki az egészségéért szeretne tenni, természetesen annak is van megelőző hatása, de ha már kialakult akár egy derékfájás, akár fáj a vállam, nem tudok reggel úgy felkelni, akár stresszből eredően is lehetnek ezek a fájdalmak, akkor lehetőség van arra, hogy 15 napon keresztül napi 4 kezelést OEB finanszírozás keretei között igénybe vegyen. Itt szélesít is a skála, amit tudunk ajánlani. Az ambuláns ellátásunk közül talán a legnépszerűbb a gyógymasszás, de a vízsugármasszást is említhetném, az iszappakolást, a váltósugaras fürdőt, ami igazából egy hideg-meleg vizes váltakozás, ami szintén az értornára, illetve a különböző hőfokkülönbségekből adódó segítséget nyújtja a szervezetnek, de ilyen például a víz alatti csoportos gyógytorna, ami szintén nagyon népszerű, súlyfürdő, szénsavfürdő, és természetesen, ami a legfontosabb, hogy a gyógyászati részlegünk közvetlen kapcsolatban van a gyógyfürdőnkkel, ott 3 különböző hőfokú medencébe a gyógyvíznek a kedvező hatásait élvezhetik. Aki meg esetleg egészségi állapotánál fogva nem ajánlott neki a meleg víz, neki is tudunk azért ajánlani, hiszen ő az uszodába ugyan ezt a vizes élményt megélheti. És aki nem tud annyira jól úszni, még azt is megtanítjátok. Így van, így van. 2 úszásra hívnám fel itt a figyelmet. Az egyik, az a felnőtt úszás. A felnőtt úszás is most az elkövetkezendő hetekben be fog indulni. Itt a nagy szemléltető példa, hogy volt olyan 80 éves látogatónk, aki ebbe az életkorba tanult megúszni, és gond nélkül megtanult, tehát mindenkit csak bíztatnék erre, hogy jelentkezzen a felnőtt úszás oktatásra. És a másik úszás, amit szintén talán nem ismernek annyira, ez a gyógyúszás. Ez azért nagyon fontos, mert a gyerekeknek a fürdőben van lehetőség, hogy a két doktornőnk felírja ezeket a gyógyúszásos kezeléseket, ami tulajdonképpen egy úszás. Ott játszva, úszni tanulva segítenek az egészségükön, és a szülőnek ezért nem kell fizetni. Tehát maga a gyógyúszás az teljesen térítésmentes. Annyi a feladat, hogy vagy ortopédus szakorvos, vagy rehabilitációs orvos szakorvos írja fel ezt a gyógyúszást, és szakképzett oktatók, aki nem tud úszni, őt is meg fogják tanítani úszni. Hát igen, azt hiszem nagyon fontos, hiszen egyre többet halljuk, hogy azért a gerincferdülés, a gyerekek egyre kevesebbet mozognak, és csak a gép előtt görnyednek, úgyhogy nagyon fontos az ő átmozgatásuk is, és próbáltok azért minden korosztályt megszólítani ezekkel a programokkal, mi várható most az ősszel, ugye a szauna hétvégét már említetted. Igen, az élményfürdőnkbe is nagyon népszerű programot fogunk újraindítani, ez az éjszakai fürdőzés. Az elmúlt időszaknak az őszébe, illetve az idei év tavaszába azt tapasztaltuk, hogy tulajdonképpen lett egy ilyen 250-es fős átlag fiatal létszám, aki, mint mi régen a diszkóba eljártunk szombatonként, ők pedig eljönnek esti fürdőzni, és ott élik meg ugyanezt az élményt. Nekik október 6-án fogjuk újraindítani az éjszakai fürdőt, és ezzel egy időben, az éjszakai fürdőkkel egy időben az éjszakai szaunázáson is részt lehet venni, hiszen ekkor a wellness részlegünk nyitva van. Itt a wellness részlegnél még egy dologra felhívnám a figyelmet, hogy október közepén várható egy olyan egyhetes időszak a 12-től 18-áig, amikor minden nap lehetőséget fogunk arra adni, aki eddig még nem próbálta ki a szauna programjainkat, hogy ingyenesen ezen részt vegyen, kapjon egy kis ízelítőt, és esetleg a későbbiekben aktívan ezeken részt vegyen. Hát reméljük, hogy nagyon sokan töltődnek a fürdőben. Egyébként benneteket hogyan érint ez a rezsi áremelkedés? Esetleg érezni fogják-e valahogy majd a vendégek ezt? Igen, természetesen ez elkerülhetetlen a mi esetünkben is. Itt alapvetően mi most még a nyitvatartás korlátozásokon
korlátozásokat fogunk bevezetni, ezért érdemes mindig a honlapon érdeklődni, illetve telefonon, vagy honlapon utána nézni és telefonon érdeklődni. Elsősorban most, amit bevezettünk, az az élményfürdőnek a hétköznapi délutáni nyitvatartása. Ez indokolt is a látogatottsági szám alapján, hiszen hétköznap a gyermekek iskolába, óvodába, a szülők dolgoznak, sokszor csak este találkoznak otthon, tehát nem igazán azon jár a gondolatuk, hogy eljövünk esetleg élményfürdőzni, de péntektől kezdődően egészen vasárnapig várjuk őket továbbra is, egész szombat-vasárnap egész napos nyitvatartása. Ha valakinek meg mégis úgy adódik, hogy hétköznap is van ideje, akkor 3 óra után továbbra is be tud hozzánk jönni. Hát reméljük, hogy tényleg sokan veszik igénybe a szolgáltatásokat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Különleges képregényszerű alkotásait imádja a közönség minivárosaiban, már nem csak az emberek, hanem az állatok is beköltöztek. Kis Richard Zoo York című tárlata az Együd Árpád Kulturális Központban látható. Vízrém festményemet láttuk ezen a képen. Ezzel indultam az Amerika és a japán gördeszkalap tervező pályázaton. Ez kicsit meg lett hosszabbítva, szkennelve. Elég jó helyezést értünk el vele. A 3 birka, ahogy az ember alvás közben, elalvás előtt számolná a birkákat. Ez pedig már a címadó Zoo York, mutatja a kedvenceit Kis Richard. Vannak állandó szereplők is, a medve, a boszkó medve, a zsiráf, egy furcsa hajú sündisznó, és hát a úgymond bugyis csirkék állandó szereplői. Ezen a képen egy úgynevezett felhőközi állapotot rajzolt meg, amikor is az állatok költöztek a felhők közé. A régi, nagyon zsúfolt képeim kicsit letisztult képregény formájából egy ilyen állóképes, merevített rajzfilmvilágba kalauzol el mindenkit. Richard tárlata az elmúlt 20 év terméséből válogat, míg a legelső képe is szerepel a tárlaton. Van a tenger alatti rész, a felhőkön való élet, meg a Covid alatt készült a úgymond ilyen barlanglakások. De zömmel azt még óvodáskoromban kezdtem el az ilyeneket rajzolgatni, és Covid alatt ugye szortíroztunk, és előkerültek ilyen rajzok, mondom, azt újból megpróbáljuk. Nagyon-nagyon szeretek én aprólékosan dolgozni, fogtechnikus is vagyok, világéletben szerettem az ilyen nagyon-nagyon aprólékos kézműves dolgokat. Egy munka az nagyon-nagyon sokáig tart, de örömömet lelem benne. Képeivel többféle problémára is felhívja a figyelmet. A környezetszennyezés az zömmelben van, az olajkészleteknek az elzárása, ez már nálam 4 évvel ezelőtt szerepelt így a festményeken, sajnos ez most napjainkban is. Elsősorban saját örömömre festem ezeket, aztán ha valakinek tetszik, én annak nagyon örülök, veszik kisgyerekes szülők, de zömmel az ilyen 40-es korosztály magának. Csoportos tárlatokon pályázat útján szoktam részt venni, szerepeltem egy online tárlaton Katániában, ahol elhoztam egy fődíjat. Szerepeltem még gördeszkalap tervezési pályázaton, ott 1065 pályamű közül a legjobb 20 közé bejutottam, sajnos az első 3-ban nem, pedig akkor legyártották volna a pályaművemet gördeszkán, de ők tovább küldték Japánba, ami az olimpia tiszteletére lett kírva, hogy először indult gördeszka sport az olimpián. Ott nem tudok semmi eredményt. Elfogadták a pályaművemet, de semmi többet nem tudok. A környezetvédelem és a fenntarthatóság a művészetében is fontos helyet kap. Hoztam parafadugókat, azzal is indultam egy pályázaton, azt elhoztam ott egy fődíjat. Az ilyen újrahasznosított tárgyakból kellett tervezni, és boros és pezsgős dugókból terveztem egy sakkészletet.
A másik, amit még hoztam egy kis vitrínbe, azok kavics autók és ilyen kis kavics figurák, amiket a Riplónai Fesztiválon nagyon-nagyon szoktak szeretni a gyerekek. Per pillanat ezt a zoyorkos témát nagyon-nagyon szeretem, aztán tartam, eddig tart. Szeretnék egy olasz levelezőtársammal egy közös kiállítást majd a közeljövőben. Ha ez létrejön, annak nagyon örülnék. Ez pedig Milánóban lenne, azonban míg ez megvalósul, addig is kis Richárd képeit megnézhetik az Együtt Árpád Kulturális Központ kiállító terében. Grimm egyik legismertebb meséjét, a brémai muzsikusokat állítja színpadra a Csiki Gergely Színház, és itt vannak velem a főszereplők és a rendező, Sarkadi Kis, János, Tóth Eleonóra és Serf. Egyet, szervusz! Tóth Molnár Ildikó. Tóth Molnár Ildikó, bocsáss meg! De egyébként ez megbocsátható, meg, mert az ő felesége, meg a Tóth Eleonóra. Igen, bocsánat! Szóval jó reggelt nektek! Jó reggelt. És hát azt hiszem, nekem kedvenc mesém volt a Grimm mesékből összeállított gyűjtemény, és nagyon sokat hallgattam lemezen, akkor még Garas Dezső volt a hangja a Szamárnak, és imádtam. Azt hiszem, hogy egy fantasztikus vállalkozás gyerekeknek rendezni, meg gyerekeknek játszani, ugye ennek régi hagyománya van a színházban. Nyoncsika, hogyan is kezdődött ez? Hát ugye jött a felkérés, és első körben az volt a cél, hogy egy ilyen kifejezetten kisgyermekeknek való előadást csináljunk, és én a feleségemmel járom az országot sok év óta, és van egy több Grimm-mese feldolgozásunk, és közte van a brémai muzsikusok is. Na most hát ez nyilván egy zanzásított változata, amit mi csinálunk, de annyira adta magát a dolog, hogy ezt kibővítsem, hogy bedobtam ezt ötletként, és aztán erre rábólintottak, és akkor a nyáron elkezdtem írogatni, és egy 15 oldalas gerincet csináltam tulajdonképpen ebből a meséből, megfogalmaztam benne, hogy melyik karakterrel mit szeretnék, mit képzelek el, hogy a találkozásokat ugye, amikor az állatok összejönnek, és hál' Istennek olyan jól válogathattam össze a színészeimet, hogy ezután a próbák alatt teljes mértékben kiteljesedett, és most egy nagyon szép, egyórás, megható, de ugyanakkor humoros, és szóval egy nagyon szép előadást sikerült csinálnunk. Ugye több szereped is van ebben az előadásban. Van kedvenc, vagy mennyire nehéz így váltogatni? Nincs kedvencet, igazából összeszámoltuk Janival is, körül 9 karaktert számoltunk. Ez azért nem semmi így egy előadáson belül. De jó, szerintem. Nincs olyan, hogy kedvez. Én bármelyiket szívesen eljátszom. Hát a Madár Ijesztő azért. Igen, a Madár Ijesztő, igen. Ne. Alapvetően ugye az Ildi játsza a főszerepet, tehát ő a fabulás, a mesélőnk, és azokat a páros jelenetekben szereplő általában gazdákat, gazdasszonyokat, szomszédasszonyokat, akik ugye az állatoknak a gazdája a mesében, azokat is ő testesítem. Hát az annál több a szinkronizálás, több, mert egyébként voltak azért képzavarok, még amikor még nem jöttek úgy a hangon. Több hangon szólalt meg benne, de nagyon hálás szerepsz. Igen, volt egyszer egy nap, amikor hazavittem az elkészült két bábot, és hát mondom, otthon most már ki kell próbálni, hogy fog tudni egyáltalán ez működni, hogy egyszerre három ember hangja vagyok, és hát azért remélem, hogy összejött. Nem, abszolút. Igen, olyan, a hangod is nagyon olyan mesélő, szóval szerintem imádni fogják a gyerekek. Ugye volt már főpróba, milyen volt a visszajelzés? Szerintem nagyon tetszett. Gyerekek, én úgy érzem, igen.
Egyed, hát azt hiszem, hogy te a pályafutásod során nagyon sok neves mesejátékban szerepeltél. Milyen a gyerekeknek játszani? Mennyire áll hozzád közel? Nem gondolom, hogy nagyon más lenne, mint felnőtteknek. Tehát ugyanúgy komolyan kell venni, sőt, hát bizonyos tekintetben a gyerekek kegyetlenebbek. Hát ők rögtön mocorognak, rögtön beszélnek, rögtön kimennek. A felnőttek jó neveltek és ülnek. Tehát nagyon szeretek gyerekeknek játszani ebben együtt. Egyáltalán a gyerekdarabban szerepelni az mindig egyfajta, hát egy szabadság. Tehát a Rika nem többet engedhet meg magának az ember, mint egy felnőtt darabban. Milyen ez a szamár karakter? Hát amilyen én vagyok. Végül is belőlem van a szamár félig mindig. Uh-huh. Ez nem úgy szamár, hogy négy lábon jár, és akkor azt mondja, hogy ijá. Azt hiszem, hogy ijá az talán nem is egyszer a dalban. Egy szóban, hogy hiányzik. Uh-huh. Az úgy nincsen. De hát a nyilván az ember magából. Ami a szamárban meg velem közös, akkor az sikerült talán összerakni. Hát ilyen, kicsit ilyen szomorú, kicsit ilyen szkeptikus, de ugyanakkor optimista, valahogy ilyen a szamár. Hát azt hiszem, hogy itt minden karaktert lehetne külön elemezni, és hát magán a történet is nagyon tanulságos. Azt hiszem, hogy nem csak gyerekeknek, hanem felnőttek is beülhetnek rá. Abszolút, és nagyon-nagyon örülünk annak, hogy a színház szakítva egy picit a régi hagyományokkal most már hétvégére is tervez gyerekszínházi előadást, amikor is a gyerekek el tudnak jönni a szüleikkel, hiszen az egy nagyon jó fórum, amikor anyával meg apával nézhetünk meg egy előadást, és utána egy süti mellett akár kibeszélhetjük azt, meg ilyesmi. Tehát, hogy nem csak az iskolával, az óvival és a tanárnénikkel, hanem a szüleinkkel mehetünk színházba, és büszkén jelentem, hogy a szombati előadás is teltházas lett, úgyhogy nagy-nagy öröm ez nekünk. Ugye ma lesz a bemutató, ilyenkor van egy kis drukk. Igen, szerintem igen. Mindenkiben. Azért tegnap is volt már, mert a színházi kollégák megnézték, aki tudott ilyenkor azért beül, és visszajelzés is elég jól jött, szerintem elég jól élvezték ezt az egész előadást. Egyébként milyen így együtt játszani? Azt hiszem, hogy tényleg így az a generáció, tehát akik már régóta ott vagytok a színházba, próbáltatok, milyen volt a próba folyamat, milyen volt így együtt lenni? Jó. Remek, én nagyon-nagyon éreztem. Még igazából az, hogy csupa ilyen, hát nevezzük úgy, hogy már a kenyeri... Most ezt nem tudom, hogy lehet szépen mondani. Nem akarom azt mondani, hogy jönnek, de hát szóval azért idősebbek vagyunk már. Az még segített is egy kicsikét, mert ugye ez csak akár tetszik, akár nem átszűrődik a figurákban, meg az előadásban. És hát ez nagyon tud lenni. Amikor ugye az ember szabad kezet kap abban, hogy színészeket válogatott, azért elsődleges szempont volt, hiszen maga a mese is egy picit erről szól, hogy ezek azért idősebb lények. Úgyhogy ez biztos voltam benne, hogy kedves idősebb, de ugyanakkor nagyon tehetséges kollégáimmal szeretnék dolgozni. Hát ugye az Egyed játssza a Szamarat, a Csonka Ibi a macskát, az Ildó a mesélőnk és az összes többi, és a Szvat Tomi játssza a kakast, illetve a Kósa Béla barátunk pedig a kutyát. És hát egy nagyon-nagyon, tényleg nagyon jó próba folyamat volt, mondom, tehát az, hogy én hoztam egy alapot, egy 15 oldalas alapot, amit aztán sikerült közösen a próbák alatt, pedig nem volt annyira sok időnk, mert egy hónapunk volt rá, de szerintem maradéktalanul szépen földúsítani egy olyan helyenként vicces, helyenként szomorkás, és tehát hogy minden benne van, ami szerintem egy színházi előadásban benne kell, hogy legyen, hogy hasson az érzelmeimre. Úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Hát reméljük, hogy nagyon sokan megnézik családok együtt, hiszen most már akkor erre is van lehetőség hétvégén. Te köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük egy kalappal, nem tudom, mit kell mondani így a főpróba előtt. Köszönjük. Közhírré téthetik?
A Quix Kft. Telephelye pártelekkel elköltözött, mégpedig a Jutai út 49 szám alá. Új irodaházunk és villamossági szaküzletünk a környezettudatosság szellemében megújuló energia felhasználásával működik. Dolgozóink kellemes környezetben, tágas, modern irodákban végzik munkájukat. Villamossági szaküzletünk is megújult környezetben, modern, tágasabb helyen, kibővült árukészlettel vár a megszokott kollégákkal, akik tanácsadással segítik a megfelelő termék kiválasztását. A Quix villamossági szaküzlet csapata vár a Jutai út 49 szám alatt. A La Pergola étterem és panzió az Ady Endre utcában. Egyedülálló mediterrán hangulatú klimatizált átriumkerttel, hangulatos külső terasszal és az étteremben is várja vendégeit a hét minden napján. Dolgozik, ügyintéz, vagy nincs kedve ebédet főzni? Válasszon heti menü ajánlatunkból, helyben és kiszállítva is. Kétféle menüből és állandó kínálatunkból mindenki megtalálja az ízlésének tetszőt. Minden nap várunk titeket hangulatos napsütötte teraszainkon, hogy az olasz gasztronómia remekeit megízlelhessétek. Valamint három rendezvénytermünkben vállaljuk családi, baráti, céges rendezvények és kisebb esküvők lebonyolítását akár 100 főig is. Telefon 0682 414 000 vagy 0630 62 42 600. Eurotaxi éjjel-nappal, tiszta, karbantartott autókkal, udvarias sofőrökkel és pontos, megbízható szolgáltatással várjuk megrendeléseiket. Kaposvár egyetlen állatbarát taxia, ahol felár nélkül utazhat kedvenceivel. Szívügyünk az állatok utaztatása is. Céges, szerződéses és vidéki fuvarokkal is keressen minket bizalommal. Már a Kapos TV dolgozói is az Euro 6x6 taxival utaznak. Tudod, 0682 666 666. Keresd a kék kockás autókat. Taxi a legjobb áron, Kaposváron. Patikája az ősz beköszöntével is várja kedves vásárlóit, hiszen az egészség megőrzése minden hónapban fontos, és nálunk minden megtalálható ehhez. Vitaminkomplexek minden korosztály számára, 6 hónapos kortól szeniorkorig, az immunrendszer erősítésére, a megfázásos betegségek megelőzésére. Kezdetleges felső légúti tünetek megjelenése esetén, ezek kezelésére is számos terméket kínálunk gyerekek és felnőttek számára. Az esős, nyírkos idővel érkeznek a felfázós állapotok. Mi a női húgyúti fertőzéses tünetekre is számos készítményt ajánlunk. A sötét, borongós őszi időjárás hozadéka lehet a depresszió és alvászavar. Üzletünkben erre is többféle megoldást kínálunk. A népszerű ezüst kolloid oldat, orspré szintén polcainkon sorakoznak már, mely kitűnő vírus és baktériumölő hatású természetes antibiotikum.
a CBD termékek széles palettája elérhető, melyek kiváló teljes szervezet regenerálók. Izom-izületi problémákra is készítmények sokaságával várjuk. Látogasson el a Természet patikájába, az Anna utca 12-be. Ismerősek a külső idomok? A belsőnk viszont teljes ráncfelvarráson esett át, és egy megújult, barátságos környezetben várunk benneteket. Vadonatúj professzionális kardiógépekkel, felújított fitnessgépparkkal, bővített súlyzókészlettel állunk rendelkezésetekre. Edzőtermünkben minden izomcsoportot megmozgathatsz, és ha segítségre lenne szükséged, személyi edzőink segítenek mindenben. Ne habozz, keresd őket bátran! Plusz az edzéshez beszerezhetsz nálunk sportitalokat, fehérje szeletet, zsírégetőt, valamint edzés után fehérje turmixot is fogyaszthatsz, és vásárolhatsz otthonra is. De ha egy jó kávét innál, az sem akadály. Téged vár az XL Fitness Központ a hét mindennapján. Gyere és tartozz közénk! Most pedig játszunk, múlt heti kérdésünkre a válasz az volt, hogy 16. alkalommal rendezték meg a Méz Fesztivált Kaposváron. Sokan tudták a helyes választ, és a nyertes pedig nem más, mint Bajszné Votrocó Henriett, nyereménye pedig egy üveg méz, amelyet majd a recepción vehet át. Mai kérdésünk pedig az, hogy miért is jó szaunázni, legalább 3 jótékony hatását sorolják fel a szaunázásnak, a helyes megfejtők között pedig egy élményfürdő belépőt sorsolunk majd ki. A megfejtéseket a korzó@kapostv.hu e-mail címre várjuk jövő csütörtökig. Több mint 1100 alkotó még egyszer ennyi munkáját állították ki az idei Groteszk Triennálén. A Kaposvár által meghirdetett pályázatra nem csak hazánkból, hanem a határon túlról is neveztek. A Műcsarnok után most Kaposváron is láthatja a közönség, hogy hogyan gondolkodnak a világunkról a művészek. A részletekről a Kaposvár titkára Halmos Klára beszél. Szervusz, jó reggelt! Szervusz, jó reggelt mindenkinek! Hát azt hiszem, hogy tényleg egy fantasztikus kiállítás lett. Beszélgettünk egy kicsit az előbb, hogy talán sokan azt mondják, hogy még kibővítettebb, még színesebb, mint a Műcsarnok beli, de már az is nagy siker volt. Igen, hát alapvetően az, hogy a Műcsarnokban meghívtak bennünket, és a nyár idején, július 12-én ott nyílhatott meg a 11. Groteszk Triennálé. Ez óriási nagy elismerés az eddigi munkánknak, és a valószínű, hogy ez azt is mutatja, hogy a minőség az mindig növekszik. Így történt ez, hogy július ugye 15-től augusztus 28-áig a nagy közönség ott Budapesten, a Hősök terén, ahol igen sok magyar és külföldi érdeklődő is láthatta ezt az anyagot, ide került Kaposvárra. A zsűrizés folyamán, mivel ott csak két teremben tudtuk kiállítani, ezért a szakmai zsűrinek meg volt kötve a keze, és ezért volt néhány alkotás, körülbelül 20-22 alkotás, amelyet ott nem tudtunk kiállítani, viszont a méreténél fogva a Kaposvári Galéria, illetve hát a Vasari Képtár megfelelő helyet tudott adni neki. Akik Budapesten is látták ezt a kiállítást,
mondhatnám, hogy megdöbbenve, de a szenzációtól megdöbbenve, hogy hogy ez milyen másként mutat itt ebben a térben. Azt hiszem, hogy mi magunk sem tudjuk, hogy milyen fantasztikusan jó képtárunk van, hogy ezek a, tehát az elosztása, hogy különböző terekbe, kisebb terekbe lehet válogatni a különböző összetartozónak látható, hasonló témával foglalkozó anyagot, sokkal jobban tudott itt megmutatkozni, illetve a két nagy méretű kép is, színes festmény is itt került bemutatásra, ami harmonizált azzal, hogy az előző kiállításnál, amikor a Medgyenszky kiállítás volt, akkor színes falakkal dolgoztak, és mi ezt megörököltük. És azt látjuk, hogy ez szintén... Ki lehetett használni ennek igen, az előményt. Igen, nagyon-nagyon jól, mert nagyon sok olyan műalkotás volt, amelyet a színes falak elé helyezve, hát ugye a bordó, illetve a fekete fal elé helyezve, sokkal jobban élnek a környezetükben. Ez így is van, és aki többet szeretne megtudni ugye a groteszk változásairól, ma lesz egy tárlatvezetés is délután. Igen, Gál József, Munkácsi Díjas festőművész, aki a műcsarnokbeli kiállítás megnyitotta, szívesen vállalkozott arra, hogy az előadását, amiből ott részleteket tudott csak elmondani, itt a közönség elé tárja. Ez ma délután 4 órakor lesz az Agórában, a Vasari Képtárban. Ugye nagyon sűrű programotok volt a nyáron, volt művésztelep is, hogy sikerült? Igen, miután megnyitottuk a budapesti csarnokbeli groteszk kiállítást, ezt követően augusztus 3-án vagy 4-én pedig már Szigetváron voltunk, és ott rendeztük meg a 4. szigetvári művésztelepet, amire ugyanúgy nagy létszáma, tehát 20, átlagban 20 fő művész jelentkezett. Mindig megvan az a mag, akik rendszeresen jönnek, és vannak olyanok, akik pedig belekóstolnak és újdonságként jönnek. Így például az egyik díjazott, Pató Károly is részt vett ezen a művésztelepen, és hát örömünkre azt mondta, hogy szívesen jön jövőre is. És ennek van egy nagy hozadéka, hogy ott állítottunk ki, mert mindig ugye egy kiállítást rendezünk a végén, tehát azokból az alkotásokból, amik ott elkészültek, festmények, grafikák, 3D-s nyomtatóval készített kis plasztikák, azok megtekinthetőek, voltak a Showház galériában egészen az Rényi napokig, és ott személyesen találkozhattunk a török nagykövettel, illetve a Szigetvár városnak a testvérvárosának a polgármesterével, aki Trabzonban érkezett, és számukra is megmutatta ugye a városvezetése az anyagot és a kiállítást, és hát még nem tudjuk, de szeretnénk ugye, hogyha török művészek jöhetnének, és ők nagyon hajlandó a művésztelepre, nagyon pozitív kisugárzása volt a résztvevőknek, tehát reméljük, hogy a kapcsolat az tényleg be fog indulni. Hát igen, ugye sok inspirációt kaptok ott Szigetváron a török kapcsolódásból, hiszen rengeteg olyan helyszínen alkotnak a művészek, ami tényleg nagyban kötődik, amikor a törökök itt voltak. Igen, és azt is láthatjuk, hogy a vár tovább épül-szépül, mert ugye eddig a bejárattól eső, tehát a várfalak, tehát a második, hát oldalon lévő része, amely egy parkra nyílik, azt is rendbe tették,
És hát, hogy mondjam, igen, nagyon nagy hatással van mindenkire. Ez maga a környezet is, és én magam is azt érzem mindig, hogyha amikor ott dolgozom, hogy ezek az emlékek, de valahogy olyan hangulata van, hogy a művészekből mindig újabb és újabb olyan alkotást is kihoz most már, amelyek a történelemhez kötődnek. Minél tovább vagyunk ott, annál többet tudunk meg róluk. Na, hát reméljük, hogy még nagyon sokat alkothatok. Ma hány órakor kezdődik a tárlatvezetés, aki szeretne esetleg elmenni? Délután 4 órakor kezdődik, 16 órakor is a Vasari képtárban. No, hát reméljük, hogy nagyon sokan megnézik, érdemes is, és lapozgassák majd a katalógust is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm, hogy beszélhettem róla. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Új műsorra a legközelebb jövő héten pénteken várom Önöket. Jó hétvégét, viszontlátásra! Tanics Adrián frizuráját Büki Diana mesterfodrász készítette. A Korzó magazin asztaldíszét a Bibe Virág stúdió biztosította. A Korzó műsorvezetőinek szemüvegét az Otthon Optika támogatta. A műsorvezető ruháját a Majocsix biztosította.